Üdvözlöm a kedves nézőket, Dudás Lajos vagyok, és a kocka el van vetve mai epizódjában a kedvenc játékaimat fogom bemutatni 80-tól 61-ig. A 80. helyezett egy press your luck típusú, próba szerencse típusú kockajáték, amiben különböző küldetéseket kell megoldani különböző kombinációkkal, kocka kombinációkkal a Firefly univerzum ellenfeleivel szemben. Ez a játék a Firefly Shiny Dice. A kockák a Serenity legénységét és az ellenfeleket testesítik meg. A célunk az, hogy különböző kocka kombinációkkal legyőzzük az ellenfeleket, és minél több árut gyűjtsünk össze. Egy kör addig tart, amíg valaki nem passzol, vagy nem jár úgy, hogy nem tud minden ellenfelet legyőzni, de akkor az összes abban a körben összeszedett addigi árut elveszíti. Három körbe megyünk körbe a játékosokon, és a harmadik kör végén az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti össze árukból és pénzből. 80. helyezett a Firefly Shiny Dice. Általában kedvelem a Days of Wonder kiadó játékait, a Ticket to Ride az egyik nagy kedvencem, de ha nem is annyira, de szintén kedvelem a Five Tribes-ot is. A játékban 30 lapkából építünk fel egy várost, és mindegyikre rakunk három véletlenszerű figurát, az öt törzset szimbolizáló meeple-ökből, különböző színű meeple-ökből. A körökben licitálni kell a körsorrendre, majd felvesszük egy lapkán az összes meeple-t, és elkezdjük őket sorba lerakni a szomszédos mezőkre úgy, hogy az utolsó meeple egy olyan lapkára essen, amin van legalább egy ugyanolyan színű meeple. Onnan levetjük az összes ugyanolyan színű meeple-t, mint amit oda tettünk, és azt is, amit oda tettünk. Ezután végrehajtjuk az adott színnek megfelelő törzs akcióját, és a cél az, hogy mi vegyük le az adott lapkáról az utolsó meeple-t, mert akkor megszerezzük azt a lapkát, és a játék végén a végső pontozásban ez beleszámít. 79. helyezett a listámon a Five Tribes. A 78. helyzet kakaóban a kis falunkból indulunk el a dzsungelbe, hogy kakaóbabot szüreteljünk a munkásainkkal. A játékot a saját kis táblánkon mínuszpontokkal kezdjük, aminek a pluszpontba fordításához vizet kell majd a játékban szereznünk. A játékban kétféle lapka van, a dzsungel lapkák, amik egy közös tócban vannak, és a saját lapkáink, amik olyan a munkások vannak. Ugyanis ebben a játékban a munkásokat nem meeple-ök, hanem lapkák személyesítik meg. A lapkáinkat úgy kell lerakni, hogy munkás nem kerülhet munkás, dzsungel pedig dzsungel mellé. És lehelyezünk egy lapkát, akkor ugye a négy oldalán van hely, lehetséges hely a munkásainknak, és attól függően, hogy milyen szomszédos dzsungel lapkával szomszédosak ezek a munkások. Kakaót tudnak szedni, kakaót tudnak eladni, templomba mehetnek, bányászhatnak, napkövet gyűjthetnek. Ami arra jó, hogy a játék végén, amikor már elfogytak a lapkák, újra aktiválhatjuk a lapkáinkat. Vagy akár pontokat is adhatnak ezek a napkövek, hogyha nem használjuk fel őket. Ezen kívül a munkásaink vizet is tudnak szerezni, ugye ami azért fontos, hogy a mínuszpontokat eltüntessék a saját lapkánkról. És a játéknak akkor van vége, hogyha elfogynak a dzsungel lapkák, ekkor még ugye használhatjuk a napköveket újra lehelyezésre, ha még nekünk maradt saját munkáslapkánk. És a játékot az nyeri ezután, aki a legtöbb pontot gyűjtötte össze pénzben. 78. helyezett, egy nagyon egyszerű, kedves, de nagyon jó játék, a kakaó. A 77. Guild Hall egy set collecting, egy sorozatgyűjtős kártyajáték, amiben 5 színben 6 különböző szereplő van. A játéknak van fantasy, klasszikus, kalózos változata is, tehát ezek a szerepek tematikusan változhatnak.
A lényeg az, hogy ugyanúgy, mint a Smash-abban, ugyanis ez is egy Age-is játék, húzunk egy lapot, és kijátszhatunk, húzunk lapot, és kijátszhatunk lapokat. Ha kijátszunk egy szerepet, akkor végrehajthatjuk az akcióját, és ez az akció annál erősebb, minél több hasonló szerepű lapunk van már lent az asztalon. Hogyha egy adott szerepből kigyűjtjük az asztalon mind az 5 színt, akkor vásárolhatunk győzelmi kártyákat. A győzelmi kártyák adják a pontokat a játék végén. Van olyan, amelyik egy ilyen sorozat árán vásárolható, meg egy guild, egy cég árán. Van olyan, ami kettő. Bizonyos győzelmi pontok, győzelmi kártyák akciókat is adnak nekünk egyből. És a játéknak akkor van vége, hogyha valaki összegyűjt 20 darab győzelmi pontot. 77. helyezett a listámon a Guild Hall. A 76. helyezettel megérkeztünk a Warhammer 40.000 univerzumba, amit én nagyon szeretek. És a 76. helyezett a Horus Heresy, mégpedig a nagy dobozos Fantasy Flight Games-es játék, ami egy epikus játék. A császári palota ostromát játszhatjuk le benne a Horus Heresy idején. Az egyik játékos alakítja a császárt, aki űrgárdistákkal, birodalmi hadsereggel és egyéb egységekkel védi a palotát. A másik játékos pedig Horus-t alakítja, aki káosz űrgárdistákkal, démonokkal és egyéb egységekkel támad. A tábla valamennyire 3D-s, a különböző épületek kis rápattintható műanyag modellek, és kártyákkal hajtjuk végre az akciókat és parancsokat, a játék abszolút nem használ kockákat. Minden kártya adott mennyiségű kezdeményezésbe kerül, amit el kell költeni a kezdeményezés sávon, és az egyik játék, akkor nyerhetnek a játékosok, hogyha megölik a másiknak a vezetőjét, vagy ha elfoglalják a császári palota minden négy űrkikötőjét, vagy hogyha véget ér ez a kezdeménysáv, tehát elfogy az idő, akkor automatikusan a császár nyer, mert hogy megérkezik az erősítés. Egy igazán epikus játék, hosszú idejű, nagyméretű, kétszemélyes játék, a 76. helyezettem a Horus Heresy. A 75. helyezett Tiltott Sziget, vagy Forbidden Island, egy kooperatív játék, amit a Pandemic szerzője készített. A játékosok karaktereket alakítanak, akik egy elsüllyedő szigeten próbálnak különböző kincseket összegyűjteni és elmenekülni. Lapkákból kirakjuk a szigetet, meghatározunk, hogy melyik részek süllyednek el. Minden játékosnak a körében 3 akciója van, amik után új kincskártyát húzunk a kezünkbe, vagy áradás kártyákkal meghatározunk, hogy melyik lapkák kerülnek víz alá. Ha összegyűjtünk 4 egyforma kincskártyát, akkor a megfelelő lapkán felvehetjük az adott kincset, ismerős lehet a Pandemicből, mint a betegségek gyógyítása. Ha egy vizes oldalára, egy lapkát vizes oldalára fordítunk, az még nem baj, akkor még tudjuk homokzsákokkal védeni, tehát visszafordítani a lapkát, de hogyha egy vizes oldalára fordított lapkán újra víz tör fel, akkor az elsüllyedt ki kell venni a játékból, és a játékot csak úgy lehet megnyerni, hogyha a játékosok megszerzik minden egy kincset, minden karakter visszatér a helikopter felszálló pályára, és kijátszanak egy helikopter felszállás kártyát. Veszíteni ennél sokkal többféleképpen lehet, pont úgy, mint a Pandemicben, amihez szerintem hasonlít ez a játék. 75. helyezett a Forbidden Island. A 74. helyezett játékot csak olyanoknak tudom ajánlani, akik szeretik az Archer rajzfilm sorozatot, mert ez a játék nem más, mint az Archer The Danger Zone. Ebben a játékban mindenki egy-egy karaktert alakít a sorozatból, akik megpróbálnak egymás kárára helyezkedni az ISIS-nél és küldetéseket teljesíteni kockadobásokkal. Mindenkinek ugyanaz a 3 vagy 4 tulajdonsága van, 4 azt hiszem, de más kockaérték, más számú kockával dobhat rá az adott karakter. Minden körben mindenki titokba kiválaszt a ISIS irodájában egy helységet, amit fel akar keresni. Kezdeményezési sorrendben, ezután minden helyszínen az első érkező megkapja a helyi különleges akciót, a többieknek pedig van esélyük arra, hogy kártyát húznak a saját pakliukból, és egyet kijátszhatnak a felhúzott lapok közül. Ezek után játékosok számától függő mennyiségű küldetést fedünk fel, és a küldetés parancsnok jelző birtokosával kezdve mindenki megpróbálhat egyszer megoldani egy küldetés győzelmi pontokért, és a játékot az nyeri, aki először gyűjt össze 20 győzelmi pontot.
Akik szeretik az Archer rajzfilm sorozatot, azoknak kimondottam ajánlom a figyelmükbe a 74. helyezett Archer the Danger Zone társasjátékot. A 73. helyezett eladlak egy nagyon egyszerű játék, két pakli kártyából áll. Az első pakliban ingatlanok vannak 1-től 30-ig értékelve számozva, amikre az első fázisban a játékos számtól függően kiosztott pénzünkből licitálhatunk. Minden körben annyi ingatlan kell licitálni, ahány játékos van. Aki kiszáll, az a fele licitért megkapja a legkisebb értékű ingatlant, az utolsó játékos pedig teljes árat fizet a legértékesebb ingatlanért. Miután elfogtak az ingatlankártyák, a játék második fázisában megpróbáljuk eladni ezeket az ingatlanokat. Annyi különböző összegről szóló csekket fedünk fel, ahány játékos van, és mindenki képpen lefelé letesz egy ingatlant, majd mindenki egyszerre felfedi, a legnagyobb értékű ingatlan gazdája veszi el a legnagyobb értékű csekket, és így tovább. Ha elfogynak az ingatlanok, összeszámoljuk a csekkjeinket, és az első fázisból esetlegesen megmaradt érményket, és akinek a legtöbb pénze van, az nyeri a játékot. Egy nagyon gyors, nagyon egyszerű, de nagyon jó játék, a 73. helyezett eladlak. A 72. helyezett játék az én szubjektív személyes véleményem szerint a legbonyolultabb játék az egész listámon. A Board Game Geek-en 4,37-es a bonyolultsága, és ez nem más, mint a Virgin Queen, ami a GMT Games-es játék a Hirai Stennek a folytatása, amiben a katolikus protestáns vallásháború korszakának Európájában lehet lejátszani a vallásháborút, a különböző országok dominanciáját. Ebben a részben, a Virgin Queenben 1559 és 1598 közt játszhatjuk le az eseményeket. A játék rengeteg fázisra oszlik, amiben különböző dolgok történnek, de a leghangsúlyosabb az akció fázis, amiben hasonlóan nagyon sok GMT-s játékhoz, például a Twilight Struggle-höz, kártyákat játszunk ki a kezünkből, és az adott kártyának vagy az eseményét, vagy az Operation Point értékét használjuk fel, amiből különböző dolgokat csinálhatunk. Ezen kívül figyelnünk kell még a tartományaink vallási hovatartozására, a gyarmatokra, a szövetségeseinkre, a családtagjaink kiházasítására, a művészetek és tudomány támogatására, és a kémkedésre is. Ja, és természetesen harcolni is kell. Szárazon és vízen. A Virgin Queen szintén a Horus Heresihez és mondjuk a Twilight Imperiumhoz hasonlóan méltán érdemli ki az epikus játék címet. 72. helyezett a listámon a Virgin Queen. A 71. helyezett Eldritch Horror sokak szerint csak az Arkham Horrornak a light változata, de nekem pont ezt tetszett meg benne. Gördülékenyebb, könnyebb a játékmenete. Ugyanúgy nyomokat kell gyűjteni, kapukat bezárni, nagyon hasonlók a szabályok a szinte az összes FFG-s Cthulhu-s játékhoz. De itt minden mérhetetlen vénnek van egy rejtélypaklia, amiből hármat kiválasztunk véletlenszerűen. Ez a három rejtélykártya határozza meg, hogy milyen és mennyi labból fog állni a mítoszpakli, és ezeket a rejtélyeket kell a nyomozóknak megoldani. Az akciófázisban mindenkinek van két akciója, mozoghatunk, vásárolhatunk, felszerelésekre tehetünk szert. A találkozási, az encounter fázisban a helytől függően, ahol vagyunk, különböző események történhetnek velünk. A mítosz fázisban pedig fel kell húzni a mítoszpakli legfelső lapját, és ezt végrehajtani. Ha mind a három rejtét megoldják a játékosok, akkor nyernek, veszíteni többféleképpen lehet. Többek között úgy, hogy ezeken a mítosz kártyákon vannak különböző szimbólumok, amitől a Doom track, a végzett sáv megy előre, és hogyha ez elér nullához, akkor a játékosok veszítenek. 71. helyezett az Eldritch Horror. Ha már beszéltünk az előbb a Forbidden Islandről, és hogy mennyire hasonlít a Pandemichez, 70. helyezett a listámon a Pandemic, ami az egyik legelső és máig legnépszerűbb kooperatív társasjáték, amivel a játékosok járványügyi szakértőként próbálják megállítani a világon a fertőző betegségek terjedését. A játékosok a körökben négy akciót végeznek el, ami után a térképen lévő városokat tartalmazó pakliból húzunk lapokat, ami alapján a világon terjednek tovább a betegségek.
Bizonyos esetekben a már kijátszott városlapok visszakerülhetnek a pakli tetejére, tovább növelve a már fertőzött városoknak a veszélyeztetettségét. Nagyon jó, nagyon profin van a játék algoritmusa beállítva, tehát tényleg nagyon jól adja vissza azt a feszültséget, amit a játék hangulata képviselni akar. Nagyon jól van kiegyensúlyozva, nehéz lehet megnyerni a Pandemikert, bár a nehézség állítható, és nagyon egyszerűen, de nagyon hatékonyan kezeli a stresszt, a feszültséget. Nem hiába a mai napig az egyik legnépszerűbb kooperatív játék, a 70. helyezettem a Pandemik. A 69. helyezett egy méltatlan sorsú Living Card Game. Mivel tavaly a Games Workshop felmondta az egyességet a Fantasy Flight Games-el, soha nem fogják már folytatni a Warhammer 40.000 Conquest-et, pedig nagyon hangulatos játék szerintem, de hát én imádom a Warhammer 40.000 világát. A játékban a Warhammer 40.000 univerzum különböző fajaival próbálunk bolygókat elfoglalni, amikeken kék, zöld vagy piros szimbólum lehet, mindig csak sorba kell rakni a bolygókat, mindig csak a legelső bolygót lehet elfoglalni, és aki először összegyűjt három egyforma színű szimbólumú bolygót, az nyer. A játékosok a pakliukból a saját frakciójuknak megfelelő egységeket, eseményeket, felszereléseket játszhatunk ki egy Living Card Game formátumban, tehát ha megveszük a doboz, benne van minden kártya. 69. helyezett a Warhammer 40.000 Conquest. A 68. helyezett egy nagyon egyszerű úti játék, a Cthulhu Dice. Hasonlóan a Zombie Dice-hoz, ez is szintén egy Steve Jackson Games-es termék. A játékosok kultisták, és az nyer, aki utolsónak marad éppernyéjű. A játékosok a körükben dobnak egy darab 8 oldalú kockával, és ebben a kockadobással éppen veszteséget okozhatnak a többi játékosnak, veszíthetünk mi magunk is éppelmét, vagy éppen szerezhetünk vissza. Ez tényleg egy road game, egy úti játék, kis helyet igényel, kb. 10 perc lejátszani egy partit, de hangulatos tud lenni a 68. helyezett Cthulhu Dice. Ha van 10 perces jó Lovecrafti játék, akkor van nagyon hosszú Dungeon Crawl is. A 67. helyezett a listámon a Mansions of Madness. A játékosok az összes többi FFG-s Lovecrafti játékhoz hasonlóan nyomozókat alakítanak, akik egy mesélő vezetésével, egy mesélő ellen különböző előre meghatározott kalandokat játszanak le egy előre térképlapkákból megépített épületben, egy kúriában. Ami nagyon szimpatikus a játékban nekem, hogy a nyomok nem tokenek, hanem tényleges szöveges nyomokat és fizikai utalásokat kapunk, amit értelmezni kell a játékosoknak. A karaktereknek szörnyekkel kell harcolni, mint szinte az összes Lovecrafti játékban, rejtvényeket megoldani, amik nagyon eredetileg ilyen kis lapkákkal vannak megoldva, ahhoz, hogy sikeresen végrehajthassák az adott kalandot. A különböző kiegészítőkben új térképlapok, új szörnyek, kalandok és egyéb tartalmak jelennek meg a játékhoz. A második kiadás nagyon nagy újítása, ami számomra is szimpatikus, mint sokak számára, hogy egy applikáció kiváltja a mesélőt, tehát akár egyedül is játszhatunk, vagy bármennyien játszunk, nem kell egy játékosnak a mesélő szerepét betöltenie. 67. helyezett a listámon a Mansions of Madness. A 66. helyezett játék, ott már a tavalyi évben is nagyon vártam, mint az idei év egyik legérdekesebb játékát, de tudomásom szerint sajnos még a mai napig nem jelent meg ez a játék, és ez nem más, mint a Campaign Trail. A játékban az amerikai elnökválasztást lehet lejátszani, a játékosok kártyákat játszanak ki a körükben, amiken maximum 6 különböző akció van, és ebből kell a játékosnak azt az egyet kiválasztani, amit az adott körbe végre akar hajtani. Fizethetünk tévéreklámokért, választási gyűléseket tarthatunk, eseményeket játszhatunk ki, pénzt gyűjthetünk, szavazókat regisztrálhatunk, vagy utazhatunk a térképen. A játék három fázisra oszlik, a kártyákat, amiből húzunk, három paklira kell osztani, és az első és a második fázis után az elnökjelöltek tévévitát tartanak különböző témákban, és a játékot az nyeri, aki a szükséges számú elektori szavazatot összegyűjti. Bár a játék még nem jelent meg, de már 2016 végén a kiadó a honlapján print and play kinyomtatható változatba elérhetővé tette a játékot.
Én kimondottan szeretem az ilyen politikus, intrikus játékokat, és azoknak tudnám ajánlani ezt a játékot, akiknek szintén szimpatikus az efféle hangulat. 66. helyezett a listámon a Campaign Trail. A 65. helyezett CV egy aranyos játék, amiben a kockáinkkal kidobott erőforrásainkból, vásárolt kártyákból állítjuk össze a saját önéletrajzunkat, élettörténetünket. Kezdéskor gyermekkori eseménykártyákat kapunk, majd a fiatal, közép és öregkor paklik végigjátszásával vásárolhatunk magunknak lapokat, körönként maximum 2. A kockatartalékokat dobás után 2-szer újra dobhatjuk, tehát ez a press your luck mechanizmus megvan ebben a játékban is. És akár a megfelelő szimbólumokon kívül ingyenes vásárlást is szerezhetünk egy jó dobással, vagy éppen eldobhatunk egy már megvásárolt lapot, hogyha bal szerencsések vagyunk. A játékot az nyerőknek a játék végén a legtöbb győzelmi pontja van. Titkos és publikus küldetéskártyákból, tulajdonkártyákból és a különböző összegyűjtött laptípusokból. Nagyon kellemes, hangulatos családi játék a 65. helyezett CV. Feltűnhet a kedves nézőknek, hogy viszonylag kevés parti játék van a listámon, és nem is igazán kedvelem ezt a játéktípust. Az egyik nagy kivétel a Codenames Pictures, ami a hangulattól függően különböző szintű komolysággal játszható játék. A játék sztoria az, hogy a játékosokat két csoportra osztjuk, mind a két csoport egy-egy kém szervezet, mind a két kém szervezet kiválaszt magába egy kém főnököt, kirakunk 20 darab különböző képeket ábrázoló kártyát a játékba, és a két kémfőnök közösen kap egy segédkártyát, ami rajta van, hogy melyik azok a képek, amiket az ő csapatának kell kitalálni, melyik az, amit a másiknak, melyikek az ártatlan kívülállók, akik egyik csoporthoz se tartoznak, és melyik a bérgyilkos, amit ha véletlenül valamelyik csapat kitalál, akkor egyből veszít. A kémfőnökök a körükben mondanak egy szót és egy számot, egy szóval megpróbálnak annyi kártyát leírni az asztalon lévő közül, amennyi számot mondanak, a játékosai pedig megpróbálják kitalálni, hogy az a szó melyik kártyára, melyik képre vonatkozik. A kezdőcsapatnak mindig egyel több kártyát kell kitalálni, mint a másiknak. 2-től 3-tól van egy külön kétjátékos mód is, de igazán 3-tól 16 főig bármennyi fővel játszható a játék. 64. helyezett a listámon a Codenames Pictures. Nekem szinte mindent el lehet adni, minden olyan játékot, ami a Warhammer univerzumban játszódik. A vérfoci pedig külön gyengém. Épp ezért a 63. helyezett a listámon a Blood Bowl Team Manager kártyajáték. Ebben a játékban vérfoci csapatokat kell menedzselnünk egy szezon alatt, hogy a lehető legtöbb szurkolót szerezzük. A játékban annyi kiemelt hétből fog állni, annyi highlight eventből a bajnokság, ahány játékos van. Ezekhez a kiemelt eseménykártyákhoz vérfoci játékos kártyákat rendelhetünk, hogy szurkolókra, sztárjátékosokra vagy egyéb fejlesztésekre tegyünk szert. Különböző képességek, mint a blokkolás vagy a földrevitel kockadobással megy ugyanúgy, mint nagyjából ugyanúgy, mint a rendes vérfociban. A meccs győztese újabb sztárjátékosokra és fejlesztéskártyákra tehet szert, és a játékot az nyeri, akinek a játék végén a több szurkolója van. A játékban a különböző öregvilági népek, tipikus vérfoci nemzetek csapatai, tehát törpék, emberek, elfek vannak. 63. helyezett a listámon a Blood Bowl Team Manager. Szeretem az olyan játékokat, amikben van kihívás, amit nagyon nehéz megnyerni, az olyan játékokat, amiket akár többször elveszítek, mint ami annyiszer megnyerek. És ez se zavar, hogy többször veszítek egy játékban, mint ahányszor nyerek, hogyha a játéknak megvan a hangulata, élvezem a játékot, és számomra ilyen játék a 62. helyezett Yggdrasil. A játékosok a viking isteneket alakítják, akik megpróbálják megvédeni Asgardot a 6 gonosztól, akik támadják megakadályozni a Ragnarököt. Minden körben húznunk el egy ellenségkártyát, és az adott lény egy mezővel közelebb kerül Odin palotájához. Ha megfelelő számú lény adott mennyiségű mezőt hal, tehát az összes lény 2 mezőt, vagy 3 lény 6 mezőt, vagy 1 lény oda is ér Odin palotájához,
akkor elveszítjük a játékot. A játékosoknak három akciójuk van, amit 9 különböző akcióból választhatnak ki, és amiknek a célja mind a gonosz elleni harc segítése, mert ez az egyetlen mód, hogy a játékosok nyerhetnek, hogy minél tovább megakadályozzák, hogy elérjék a szörnyek Asgardot, és a harcban meg tudjuk állítani, hogy akár vissza is tudjuk léptetni őket a mezőn, amin haladnak Asgard felé. A harc kockadobással működik, és az akciókkal összegyűjtött harcértékünkből és a kockadobásból adódik össze. A játékosok csak úgy nyerhetnek, hogyha elfogy az ellenség pakli, és ez alatt a szörnyek nem foglalták el Asgardot. 62. helyezett a listámon az Yggdrasil. A mai utolsó játék a 61. helyezett az Android Netrunner, ami eredetileg Netrunner címen egy gyűjtögetős kártyajáték volt, majd az FFG csinált belőle a Living Card Game-et, és szerintem az egyik leghangulatosabb Living Card Game, amit az FFG valaha is kiadott. A játék egy cyberpunk világban játszódik, és aszimmetrikus. Az egyik játékos egy nagy gonosz megacéget alakít, aki a terveit akarja végrehajtani, a másik játékos pedig az eredeti cyberpunk hangulathoz igazítva mondhatjuk azt, hogy dekást, vagy ha egy kicsit modernebb szóval akarjuk mondani, akkor egy hackert alakít, aki megpróbálja ellopni a cég terveit. Az a játékos nyer, aki a cég agenda kártyáiból, célkártyáiból, tervkártyáiból legalább 7 pontot összegyűjt. A cég paklia a keze, a dobott lapjai, a játékban egy-egy központi szervert, a tervek és egyéb lapok, amiket lerak az asztalra, egy-egy távoli szervert személyesítenek meg. A hacker pedig ezeket a szervereket támadhatja, hogy lapokat lophasson vagy dobathasson el belőle. A céges játékos jelenlétgátló programokkal, jegekkel védi a szervereit. A hackernek minden körben 4 akciója van, a cégnek pedig 3, amit 7-8 különböző lehetőségből választhatnak ki, de a két játékosnak, a cégnek és a hackernek a választható akciói nem egyformák, ezek is aszimmetrikusak. Szerintem az egyik leghangulatosabb, ha nem a leghangulatosabb Living Card Game, a 61. helyezettem az Android Netrunner. Köszönöm a kedves nézőknek a mai figyelmet, remélem, hogy jó szórakoztak és érdekes játékokat tudtam bemutatni a kedves nézőknek. Egy hét múlva újra találkozunk, 60-tól 41-ig mutatom be a kedvenc játékaimat. Addig is üdvözlöm a kedves nézőket, viszontlátásra, sziasztok!